Erős vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Advent 4. vasárnapjának igéjével. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 132-es számú éneket, és énekes könyvünkben keressük meg a 2-es számú liturgiát. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok színe elé újongással. Mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme. És nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra,
és valljuk meg bűneinket. Először ki csendben vigye Isten elé mindazt, ami szívét, lelkét terheli. Hajtsuk meg fejünket, imádkozunk. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk, testvéreim! Hálás szívvel örvendezünk színed előtt, szerető Istenünk, hogy egyszülött fiad eljött testben a mi megváltásunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben, tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled, és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten szent és örök igéjét, úgy, ahogyan evangélikus egyházunk advent 4. vasárnapjára oltár előtti felolvasásul rendelt, és megírva találjuk János evangéliumának első fejezetében a 19. verstől a 28-ig a következőképpen. Ez János bizonságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában,
Készítsétek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten szent és örök beszédét. Válaszul a most hallott igénkre, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Az igehirdetés előtt énekeljük el a 139-es számú énekünket.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten szent és örök igéjét, úgy, ahogyan egyházunk advent negyedik vasárnapjára igehirdetési alapigeként számunkra kijelölte, és megírva találjuk a Jelenések könyvének 22. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútján a közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne, szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. És ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétai igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit. Az Istent imádd. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, advent negyedik vasárnapjával a tekintetünket már a jövendőre emeljük, de nem csak arra az előttünk néhány nappal álló csodálatos ünnepnek, amit karácsonynak, inkarnációnak, testet öltésnek nevezünk, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus megszületik, hanem a tekintetünket a lehető legmagasabbra emeljük a horizonton, amely a távlatokba tekint, amelynek a lényegét a mai ünnepi igénk így foglalja össze, hogy íme hamar eljövök. Íme hamar eljövök. A horizonton tehát ez a pont a legfontosabb a számunkra, hogy Jézus Krisztus második eljövetelére figyelünk advent negyedik vasárnapján, arra a pillanatra, ami majd mindent helyreállít ebben a világban, mindent újjáteremt, és mindent megold, és mindent elrendez. Az a kérdés számunkra, hogy eddig a pillanatig, amelynek idejét, időpontját nem tudjuk, és kutatni is hiába való, addig mit tegyen az ember? Kétszer is elhangzik ebben a mai ünnepi igénkben, hogy ne mást, csak Istent imád. És Jézus születésének és második eljövetelének csodálatos ténye bennünket is, mint ahogyan János apostolt ott Patmos szigetén, kényszerítsen térdre, hogy nekünk is ez legyen a legfontosabb Jézus második eljövetele idejéig, hogy mi térden állva éljük az életünket, bizonyos értelemben szimbolikusan természetesen, de lelkileg mindenképpen térden állva éljük az életünket Isten előtt, és egyedül őt imádjuk. Mert bármi mást és bárki mást imád az ember, az szükségszerűen torzítja a lelkünket. Mert az embernek szüksége van valamilyen kapaszkodóra,
Szüksége van az embernek az imádatra, erre vagyunk megformálva, erre vagyunk teremtve. És hogyha Isten helyett valaki mást imádunk, akkor azt a valakit, vagy azt a valamit szükségszerűen el fogjuk egyszer veszíteni. De őt, ha őt imádjuk, őt soha nem veszítjük el, és bár lehet, hogy az ő imádata közben számtalanszor meglankadunk, számtalanszor elfáradunk, de hihetetlen erőforrást jelent a Jézusban bízóknak, minden veszteségük közepette, a mennyei dicsőségnek az a világa, amit János itt ilyen színes képekkel megfest nekünk, amit itt az igében, képekben elénk rajzol. És tulajdonképpen, mikor ezeket halljuk, hogy olyan fa lesz az utcának a közepén, folyóktól szegélyezve, amely minden hónapban meghozza a termését, annyira elképzelhetetlen az ember számára, hogy szinte meseszerűnek tűnik, és én éppen ezért a mennyei világnak ezt a csodálatos dicsőségét ilyen ellentétes módon szeretném megközelíteni, és arra felhívni a figyelmünket, hogy miközben várjuk Jézus visszajövetelét, és vágyódunk oda az ő országába, arra nézve kapunk bátorítást, hogy ott mi az, ami majd nem lesz már. Mert hogyha először ezt látjuk, akkor még jobban megbecsüljük, hogy oda vágyódunk. Először is azt látjuk, hogy ott, azon a városon, Isten országában nem lesz átok. Tudjuk pontosan, hogy az átok az az áldásnak az ellentéte. És talán érezzük is a mai igénkből ezeken a képeken keresztül, hogy minthogyha itt János egy második teremtésről beszélne. Minthogyha a teremtés ismétlődne meg új teremtésben, de annál sokkal többről van itt szó. Arról van szó, hogy az átok örökre megszűnik, hogy végérvényesen elveszíti az erejét az átok, ami az életünket annyira megkeseríti. Mert ebben a világban, amelyben élünk, van átok. Pontosan tudjuk, hogy a bűnnek a következménye, a bűnnek a büntetése. És látjuk az átoknak a belső természet rajzát abban is, hogy a bűneset után hogyan osztja ki Isten tulajdonképpen az átkot, amivel mi ma nem szeretünk számolni, mert hogyan gondolunk arra, hogy Isten és átok összefügg, de összefügg. Mert megátkozza az ősi kígyót, megátkozza a sátánt, és adja neki programként, hogy bennünket, embereket folyamatosan kísértsen, folyamatosan elgáncsoljon, ez nem egy mesetörténet, folyamatosan megkeserítse az életünket, hogy ne higgyünk Istenben, hogy ne bízzuk rá magunkat az Úrra, hogy romboljuk ezt a világot, romboljuk a saját életünket, romboljuk a környezetünket. Ez a program adatott a gonosznak, ez az ő átkozott munkájának a lényege. De a bűn miatt nem csak ebben van átok, hanem a bűn miatt az emberen is van átok, és igen, személyes sorsra kiosztott átok a nőkön és a férfiakon. Ott van a nőkön az a borzasztó átok, hogy ami a legcsodálatosabb dolog, az élet továbbadása, a teremtésben való részvétel, a kisgyermek világra hozatala, fájdalommal, nehézséggel, küszködéssel jár. Ha belegondolunk, testvérek, hogy micsoda nyomorúságok lehetnek szülő szobákban ma is, hogy mennyi fájdalom hangzik el fiatal nők vagy idősebb nők ajkán éppen a gyermek áldással kapcsolatban, hogy ebben élik meg a gyengébbik nem tagjai az Istennek az átkát. Belegondoltam abba a karácsonyhoz közeledve, hogy mi lett volna, ha József és Mária, miután hallják azt a csodálatos örömhírt mind a ketten az angyal bátorítására, hogy fiúk fog születni, és ők a furcsa körülmények között úgy döntenek, hogy nem vállalják ezt a gyermeket, mert egyáltalán nem elképzelhetetlen dolog ez a mai ember számára, akkor nincs megváltó, nincs szeretet, nincs bocsánat, akkor nincs semmi, akkor a világ az átok alatt szenved. Áldott dolog, hogy Mária és József vállalta ezt a csodálatos kisgyermeket. Aztán átkozott a férfi is. Gondoljunk bele abba, hogy nekünk férfiaknak adatik bizonyos értelemben a családnak a megőrzése, a családnak a fenntartása, a munkának a vállalása. Nyilván ma már sok mindenben átalakult a világ, de az ősi bibliai kép szerint mégiscsak ez. És miközben azt érezzük, hogy dolgozunk, és nem biztos, hogy egyről a kettőre jutunk, miközben a munka áldás lenne, mégis sokszor csak keserves, könnyhullatással történik. Átok ül rajtunk. És igen, Isten az, aki ebben is jelezni akarja számunkra, hogy keres bennünket. Mi pedig sokszor feltesszük, hogy meddig várjunk még, meddig tűrjünk még, mikor lesz ennek a világban vége, mikor szűnik meg az átok. A
A végső cél, a végső ok itt van, hogy Isten eltüntesse az átkot ebből a világból. És ígéri is, hogy nem lesz többé átok. De majd csak ott kérdezhetjük. Nem. Hiszen ismerjük az igét, átkozott, aki a fán függ. Vagyis az átok valamilyen módon már pusztított végérvényesen Jézusban, Jézuson. És amióta az átok Jézuson függött, és ő mint átkozott függött a kereszten, azóta mégiscsak van áldás ebben a világban. Azóta Jézuson keresztül mégiscsak áldás jöhet az ember életébe. Nekünk is. Ezért várjuk nagyon a karácsonyt, hogy Isten megáldjon bennünket, hogy az Immánuelben, Jézusban valóban velünk legyen. Tehát oda át már nem lesz átok. Ezt tudjuk. És oda át nem lesz éjszaka. Ha belegondolunk, szeretett gyülekezet, akkor az éjszaka a sötétségnek az órája. A bűncselekmények 90%-át éjszaka követik el. A világtörténelem legnagyobb árulásai, legnagyobb cselszövései, legnagyobb gonoszságai mind éjszaka a sötétségben születtek és fogantak meg. Az éjszaka annak az órája, amikor a legborzasztóbb gondolataink kísértenek bennünket. Amikor nem jön álom a szemünkre. Az éjszaka az a pillanat, aminek az elmúlását sokszor a leginkább várjuk, hogy a hajnal jöjjön már el. A magány legnehezebben éjszaka viselhető el. Az éjszakában a sötétség van, bizonytalanság van, tapogatózás van. Az éjszaka olyan pillanat, amit szeretnénk nem ébren tölteni álomban, és amit szeretnénk, hogy elmúljon, és egy új reggelre keljünk fel. Olyan csodálatos, hogy ebbe az éjszakába egyetlen egy csillagnak a fénye is elég, hogy oszlassa a sötétséget. Igen, tehát ott, amikor Jézus visszajön, nem lesz már éjszaka sem. De akkor mi lesz? Ha nem lesz átok és nem lesz éjszaka, akkor mi lesz? Erre a kérdésre szeretett gyülekezet, pontosan az ige alapján sem tudunk válaszolni. Lehetnek fantáziadús, színes elképzeléseink, de inkább kerüljük ki ezt a kérdést, hogy mi lesz, és inkább arra a kérdésre válaszoljunk, hogy ki lesz. Mert ezt biztosan tudjuk, hogy ott, oda át, ott lesz a bárány, ott lesz Jézus Krisztus, ezt 100%-osan pontosan tudjuk. Az a Jézus Krisztus, akit akkor majd meglátunk, akit most nem látunk, de hiszünk benne, és a benne való hitünk ott fog majd teljesen kiteljesedni olyannyira, hogy már hitre sem lesz szükségünk, mert látni fogjuk a bárány arcát. Ezért én még a prédikáció hátralévő részébe három nagyon rövid dolgot szeretnék mondani arról, hogy akkor, ha Jézus lesz ott, akkor nyilván őt kell várnunk, már most is az életünkben. És miért várjuk őt? Miért várjuk az ő második megjelenését? Az első ok, amiért sóvárogva várjuk Jézus második megjelenését, hogy nyomaszt bennünket mindaz, ami itt még van, de ott már nem lesz. Tehát nyomaszt bennünket az átok, nyomaszt bennünket az éjszaka, amit minden szimbolikusan is jelent, nyomaszt bennünket a bűn, minden nyomorúság, ami az Istentől elszakadt világban, és a saját életünkben is jelen van, a kapcsolatainkban, a munkánkban, mindenben, amit áthat a bűn, nyomaszt bennünket ez. És ezért várjuk, hogy Jézus jöjjön, hogy mindez egyszer s mindenkorra és végérvényesen szűnjön meg. És nem csak mi szenvedünk emiatt, hanem Jézus is szenvedett emiatt. Olvassuk sokszor róla, hogy hányszor mondta azt, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig szenvedlek még titeket? Meddig leszek még köztetek? Tehát Jézust is nyomasztotta a bűnnek, az átoknak ez a terhe a világban. És tudjuk, hogy éppen a Jelenések könyvének címzetjei mennyire szenvedtek a borzasztó keresztény üldözéstől, a hátratételtől. És amikor Jézus megjelenik, akkor tudjuk, hogy ennek is végévényesen véget fog vetni. Minden nyomorúságnak. Nem lesz nélkülözés, nem lesz fájdalom, nem lesz betegség, nem lesz halál, nem lesz cselszövés, nem lesznek szakadások, hanem csak Jézus lesz a bárány és az ő jele a mi homlokunkon. Aztán a másik ok, amiért nagyon várjuk Jézus Krisztus megjelenését, hogy az ő ígéretei be fognak teljesedni. Mi keresztények úgy élünk, hogy Jézus bizonyos ígéretei már beteljesedtek. Sőt, ő maga is egy ígéret,
karácsonykor ezt ünnepeljük, hogy Isten ígérete beteljesedett, és az idők teljességekor eljött a megígért megváltó Jézus Krisztus. Egy része valóra vált tehát az ígéreteinek, de még vannak ígéretek, amelyek nem vártak valóra, amelynek beteljesedése még előttünk van. És tudjuk, a mai igénk is hangsúlyozza ezt, hogy ezek a beszédek igazak. Tehát erre lehetett építeni ezelőtt 300 évvel, amikor a gyülekezetünket és városunkat alapították, lehetett építeni a dédszüleink, a nagyszüleink, apáink idejébe, mi is építhetünk rá, a gyermekeink, meg majd a leendő unokáink is építhetnek rá, mert ezek a beszédek igazak. János ezt mondja át generációkat átívelő módon, hogy Isten ígéretei nem hamisak, és boldog az az ember, aki tartja magát ezekhez az ígéretekhez, és hozzáigazítja az életét ezekhez az ígéretekhez. És amíg Jézus eljön, addig pontosan tudjuk, hogy kereszténynek lenni, Jézusban hívőnek lenni soha nem volt könnyű út, bármilyen társadalmi rendszerben. Amikor nyíltan üldözték az övéit, vagy amikor éppen nagy szabadságban élhettek, bármikor, Jézus útját megőrizni soha nem volt könnyű. De segítenek bennünket az ő ígéretei, hogy az utat végigjárjuk, és aztán pedig célba is érjünk ezen az úton. És végül pedig a harmadik ok, ami miatt Jézust várhatja az ő népe, hogy van bennünk mindenkiben, aki Jézust ismeri. Van egy sóvárgó vágy arra nézve, hogy teljes közösségben legyünk vele. Pál ezt ugye így mondja, hogy mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Hogy szorongat bennünket az, hogy szeretnénk elköltözni és Jézussal lenni, és talán mindennél jobb is lenne, sőt nem csak mondjuk, hogy talán, hanem mindennél jobb is lenne, de szükségünk van arra, hogy itt maradjunk, ameddig az Úr akarja, hiszen rajtunk keresztül akar elvégezni még sok mindent. Vágyoldom elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ugyanaz sokkal jobb mindennél, de ebben ez a sötét szó, hogy halál már elveszíti az erejét, elveszíti a fullánkját. Mert én már azzal a Krisztussal leszek majd odát, akivel most is vagyok. Most persze részszerint ismerem őt, tükör által homályosan kapizsgálom az ő csodálatos lényét, de ott majd látom őt tökéletesen és teljesen. Igen, ezért vágyakozva várjuk az ő megjelenését. És az a kérdés tulajdonképpen advent negyedik vasárnapján, hiszen ennek a vasárnapnak ez a tematikája is. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, mert az Úr közel. Hogy megvan ez a sóvárgó vágyakozás bennünk személyesen. Megvan a Krisztus népében ez a sóvárgó várakozás. Nem pusztán arra, hogy néhány nap múlva karácsonyunk lesz, és hogyha kicsit mostohább körülmények között is, mint általában, de megünnepelhetjük ezt a csodás ünnepet, megvan az a sóvárgás bennünk, hogy mi várjuk Jézus második eljövetelét. Hogy bárcsak eljönne már, hogy bárcsak itt lenne már, hogy bárcsak az ő népe már az övé lehetne. Mert sokszor talán éppen ez a kereszténység gyengesége, hogy nem várjuk őt, nem veszük komolyan, hogy egy örök adventben élünk. Mert amióta Jézus a mennybe ment, egészen az ő második visszajöveteléig egy örök advent van. Várjuk őt? Várod-e őt? Mert ő váratlanul fog megérkezni. Csak ne találjon bennünket készületlenül. És legalább ez az adventi időszak segítsen bennünket abban, hogy ne váratlanul érjen bennünket, hanem várt módon, hogy ne félelemmel töltsön el bennünket, hanem örömteli várakozással. Mert véget ér minden nyomorúság, minden átok, minden éjszaka, és csak a bárány lesz ott, és rajtunk pedig az ő pecsétje a homlokunkon, hogy örökké vele lehessünk. Ámen. Imádkozunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy vágyakozhatunk és várhatunk rád. És köszönjük, hogy ez a várakozás, ez egyáltalán nem hiába való. Olyan sok mindenre és sok mindenkire várakozunk, és szükségszerűen csalatkoznunk kell. Segíts, hogy téged várjunk, a te csodálatos visszajöveteledet, országod megépítését, amelyben nem lesz bűn, átok és halál, nem lesz benne éjszaka, könny és sírás, hanem csak te leszel a megöletett bárány, akit imádhatunk örökkön örökké.
Ámen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek a karácsonyi ünnepkör alkalmait. Karácsony szentestén és karácsony első napján nyilvános, személyes jelenléttel megtartható istentiszteleteket tartunk. Szentestén tehát szeretettel várjuk a testvéreket a nagy templomba. Délután 3:30-kor szlovák nyelvű istentiszteletet tartunk, 3:45-kor, és 5:00-kor pedig magyar nyelvű istentiszteleteket tartunk, amelyekre szeretettel várjuk a testvéreket. Karácsony ünnepén 8:45-kor szlovák nyelvű istentiszteletet tartunk, 10:00-kor és 11:00-kor pedig magyar nyelvű istentiszteleteket tartunk, amelyre szeretettel várjuk a testvéreket, tehát ezek az istentiszteletek személyes jelenléttel tartott istentiszteletek. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy megérkeztek a 2021-es évi bibliaolvasó útmutatók. Az útmutató 570 forintért, az olvasmányokkal bővített útmutató 790 forintért, a kalendárium pedig 1200 forintért megvásárolható a Luther utcai lelkészi hivatalban. Az Evangélikus Élet színes magazin is megvásárolható 600 forintos áron a Luther utcai lelkészi hivatalban. Szeretettel hirdetem, hogy karácsonyt megelőző 3 napban, hétfőn, kedden és szerdán, itt a templomunkban az előre a lelkészi hivatalban egyeztetett időpontok alapján családi úrvacsora vétel lehetőségét kínáljuk fel, tehát mindig egy család számára van lehetőség úrvacsorát venni. Kérjük a testvéreket, akik szívesen élnének ezzel a lehetőséggel, a lelkészi hivatalban vagy lelkészeinkkel egyeztessék az időpontokat. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy megkezdődött a kis templomunk teljes rekonstrukciója, és örömmel hirdetem azt a reménységünket is, hogy a 2021-es karácsony szentestéjének az ünnepét már a kis templomunkban tölthetjük majd. Imádkozzunk ezért közösen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen.
Urunk Istenünk, hallgass meg minket, amikor mindenek iránti jóságodban bízva terjesztjük eléd kéréseinket. Kérünk, Urunk, áld meg ünnepi készülődésünket, hogy a karácsony öröme betölthesse szívünket, és ne botránkozzunk meg, amikor azt halljuk, hogy minden emberi várakozásnak ellentmondó körülmények között szolgai formában jöttél el a földre, hogy minket Isten gyermekeinek méltóságára emelj. Könyörgünk egyházadért, minden gyülekezetért és a szolgálattevőkért, hogy igéd tisztán és igazán hangozzék közöttünk. Könyörgünk az ige hallgatóiért is, tedd fülünket hallóvá, és add, hogy életünkben az ige magvetése bőséges termést hozzon. Könyörgünk azokért, akik betegséggel, testi-lelki nyomorúsággal küzdenek, és azokért, akiknek szíve keserűséggel telt meg. Légy vigasztalójuk és mencsváruk. Erősítsd hitüket, hogy türelemmel viseljék keresztjüket. Könyörgünk azokért is, akiknek ünneplésére idén a gyász vett árnyékot. Láttasd meg velük az örök élet világosságát, és tápláld szívükben a reményt, hogy amikor dicsőséged megjelenik, fényében viszont láthatják eltávozott szeretteiket. Kegyelmes Istenünk, add, hogy a földi életben vágyakozással tekintsünk országodra, hogy amikor Szent Fiad újra eljön, kegyelmedből vele együtt részesedjünk abban, az Úr Jézus által, akinek nevében együtt még így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Végezetül vegyétek az áldást. Isten szent népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük el a 135-ös számú éneket.